A múlt hét végén megjelent az iskolák bezárásáról szóló rendelet. Ezek szerint minden köznevelési és szakképző intézményben meg kell szervezni a tantermen kívüli digitális oktatást. Az oktatást és számonkérést online vagy más személyes találkozót nem igénylő módon kell megoldani, állt a szombat délután megjelent kormányrendeletben. Természetes, hogy ez mindannyiunk számára ismeretlen és egy rendkívül összetett helyzet. Azzal valamennyien egyetértünk, hogy más lehetőség nem volt, hogy az iskolákat be kellett zárni, hiszen a múlt hét utolsó napjai már meglehetősen kaotikusra és bizonytalanra sikeredtek. Ha most békeidő lenne, akkor ugye nagyon sokat lehet vitatkozni azon, hogy módszertanilag mit jelent a tantermen kívüli digitális oktatás, de most nyilván nincs módunk merengeni az elméleten, hiszen benne lehet az, hogy digitális oktatás, digitalizált oktatás, távoktatás, csak éppen az a baj, hogy ez utóbbiban, ugye itt Magyarországon nagyon kevés tapasztalatunk van, hiszen mondjuk Finnországban egy lapföldi gyereket eleve így tanítanak, nekünk ezt most meg kell tanulni. Az intézményvezető hozzátette, három feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy a távoktatás és a digitális oktatás sikeres lehessen. Ezek a megfelelő eszközök, a családoknál megtalálható megfelelő eszközök száma, valamint az újfajta oktatási rendszer filozófiájának elfogadása. Az eszköz és az eszközhasználat megoldása szerintem, ami nagyon-nagyon fontos. A másik pedig az nekünk tanároknak, diákoknak, szülőknek, hogy elfogadjuk, hogy ez egy teljesen más filozófia. Tehát mi hétfőn nem kellett az én felfogásom szerint úgy kezdenünk, mintha mi sem történt volna. Kell egy türelmi időszak, kell egy felkészülési időszak, hogy elfogadjuk azt, hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy kamera előtt beállunk egy osztályba és tanulunk és tanítunk. Más az ütemezés, meg kell teremteni ehhez a technikai feltételeket. Az lényében a gyerekek miatt is, meg természetesen a pedagógusok miatt is, és nem utolsó sorban azért, hogy a munkavégzés ellenőrizhetővé váljon, két rendszer használatát írtuk kötelezően elő. Az egyik a Google Classroom, tehát a megosztások, feladatcserék, kapcsolattartás ezen keresztül történik, illetve természetesen kontaktórákra is sor kerülhet, erre pedig a Discord rendszert írtam elő. Nyilván az informatikusok ajánlásával. A Kréta rendszerben pedig a munkavégzés tényét kell rögzíteni a házi feladat funkciójával együtt. Huszárné Kádár Ibolya hozzátette, az érettségire való felkészülést több tantárgyból nem veszélyezteti a digitális oktatásra való átállás. Matematikából például már csak ismételnek, azonban a történelem oktatási anyag annyira feszített, hogy abból egészen áprilisig még új anyagokat tanulnak. Ezért arra lenne szükség, hogy a kormányzat felülvizsgálja az érettségi követelményeket, és kivegye az utolsó témaköröket az írásbeli és a szóbeli követelmények közül.